Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. Kezdjük is a mai témát, és hát Orbán Viktor évértékelő beszédével fogunk főleg foglalkozni, de mással is. Ez volt egyébként a 24. évértékelő beszéd, és béke és biztonság szlogennel tartotta meg Orbán Viktor. Előkerült a háború kérdése, a gazdaság kérdése, és természetesen Oroszország is előkerült. Úgy fogalmazott Orbán Viktor, hogy fenntartjuk gazdasági kapcsolatunkat Oroszországgal, és ezt tanácsoljuk az egész nyugati világnak, hogy mit érthetett ez alatt Orbán Viktor, ezt is átbeszéljük, meg odaszúrt igen erőteljesen az ellenzéknek, főleg a DK-nak és a Gyurcsány Ferencnek is, úgyhogy erről is szó lesz. Mutatom már is a mai vendégeinket. Itt van Lendvai Ildikó, az MSZP korábbi elnöke. Jó estét kívánok! Somogyi Zoltán, szociológus. Jó estét kívánok! Jó estét. Önnek is, és Antal Attila, politológus, az ELTE oktatója. Köszönöm szépen önnek is, hogy eljött. És akkor kezdjük is a beszéddel, nézzük bele a legfontosabb részletekbe, először egy picit általánosságban, aztán utána megyünk a részletekbe is. Legyenek kedvesek, álljanak föl, hadd lássuk Önöket! A törökországi mentőcsapatok megjelent tagjainak köszöntésével kezdte évértékelő beszédét a Várkert bazárban Orbán Viktor. A miniszterelnök köszönetet mondott a 36 embert megmentő különítménynek, majd rátért a 2022-es év értékelésére. Beszédének elején arra utalt a kormányfő, hogy a Liszt-Ferenc repülőtér visszavételét tervezi a kormány. A médiaipart magyar kézben tudjuk tartani, sőt a távközlési és infokommunikációs területet is vissza magyarosítjuk. És itt nem állunk meg, már lobog a szélben a szélzsák. A kormányfő beszéde legvégén utalva Kródi Gyula általános iskola tanárának botrányára azt mondta, mindenkire számít, hogy megvédhessék a gyerekeket a gender propagandától. Itt mindenkire, szülőkre, nagyszülőkre, édesanyákra és édesapákra, pedagógusokra és nevelőkre is szükség lesz. Mert a gender propaganda nem egy jópofa marháskodás. Nem egy szivárványos dumcsi, hanem a gyermekeinkre veselkedő legnagyobb veszély. Azt akarjuk, hogy hagyják békén a gyerekeinket, mert ami sokassok eféle dolgoknak, semmi, de a világon semmi keresni valójuk nincs Magyarországon, és különösen nincs az iskoláinkban. Ugye nem véletlenül említettem, hogy ez volt a 24. évértékelő beszéd Orbán Viktornak, és ilyenkor föl szokták tenni a kérdést, hogy mennyiben volt új vagy más, mint akár a korábbi évek beszéde, és mennyiben hozott újdonságot. Ugye itt tulajdonképpen kiemeltük azt, hogy a háború, a gazdaság és a gender téma volt talán a három legfontosabb eleme a beszédnek. Fogunk majd ezekről konkrétan is beszélni. Meg általánosságban ugye a szlogen, amit szintén kiemeltek, lehetett is olvasni végig, ugye az a béke és biztonság, ez most a két legfontosabbnak tűnő üzenete, vagy legalábbis ez tűnt a legfontosabbnak, hogy ezt szerették volna kommunikálni. Szóval mennyire volt ez a beszéd? Miben hozott újdonságot, akkor így kérdezem idén? Kevesebb újat hozott, mint akár a korábbi beszédei. Egyrészt elmaradt az a víziovázolás, ami Orbánnak ilyenkor szokása, hogy a világ jövőjéről benne, a magyar küldetésről mond valamit. Ez egy erősen víziótlanított beszéd volt. Gondolhatnánk, hogy azért, mert nagyon sok napi gond van, de hát éppen a legaktuálisabb napi gondokról semmit nem beszélt. Egy árva szó nem hangzott el ezen az elég ízléstelen célzáson túl, amit a végén hallottunk a pedagógusokról, arról, hogy egészségügyi sztrájk tárgyalások kezdődnek, arról, hogy itt van az Erasmus ügy, szóval ezek mintha nem lettek volna, vagyis se vízió, se konkrétum, valahol a kettő között kellett eleveznie. Egy újdonságra, idézőjelben mondom, azért mégis fölhívnám a figyelmet. Korábban nagyon hangsúlyozták, hogy a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület szervezi ezt, vagyis egy kicsit úgy civilesítve volt a dolog. Most érthető okokból ez nem így volt, vagy nem hangsúlyozták, és ez jelzi, hogy milyen szituációban kellett Orbánnak beszélnie. Hát ugye ennek az egyesületnek az elnöke most az igazságügyi tárca volt államtitkára, akit tanúként akarnának Völnerék beidéztetni. Hát nagyjából világos, hogy nem ültethették
még oda, nem is ült ott, mást küldtek helyette az első sorba, és ez egy kicsit szimbolikusan jelképezi, hogy innen szép nyerni egy Orbán beszédben, nem is nyert vele abban az értelemben, ahogy mondtam, hogy én nem nagyon látok nagyon új vagy nagyon meggyőző. Új elemet, ugye azt is szokták mondani, hogy általában a saját tábornak szólnak ezek a beszédek. Ez most is így volt, hogy elsősorban a saját tábornak, saját szavazóknak ment a beszéd? Ezt a beszédet most már elég régóta tartja Orbán Viktor, 1999-ben kezdődött, ugye, és akkor arról volt szó, hogy miniszterelnökként értékeli az ország helyzetét. Enne egyébként van példa az Amerikai Egyesült Államokban, külön az összes választott képviselő előtt beszél az amerikai elnök, kormánypárti és ellenzéki, baloldali és jobboldali előtt valamit, ami, hogy mit gondol az ország sorsáról, helyzetéről, hová vezetni. Aztán utána, mint politikai terméket Orbán Viktor megtartotta, amikor ellenzékbe került 8 éven keresztül, ugye innen a haza nem lehet ellenzékben, akkor ő neki akkor is évet kell értékelnie, amikor éppen nem miniszterelnök, ezt megtette, és innen már elkezdett az egész kavarodni, hogy most egy kormányzati szónoklatot hallunk, vagy egy pártpolitikai beszédet, nyilván nem akarok naív lenni, a kettő az egybe folyik Magyarországon, ugyanakkor mindig hiányzik az egészből az, hogy egy egész nemzetnek adott vízióban valószínűleg azért mégiscsak szélesebb kör felé kellene beszélni. De ha már minden évben megtartja Orbán Viktor, akkor nem tud olyat csinálni, hogy most éppen nem tartja meg. És jelen pillanatban azt érzem, hogy ez az év ez olyan lett volna neki, hogy vagy nem tartja meg, vagy várjuk legalább ki az év második felét, hogy tudunk-e valamit azokból az ügyekből elrendezni, amiket úgy összekuszáltunk. Nem tudja ezt megtenni, tehát ki kell állnia, és ami értéket hordozhat a Fidesz számára, nyilván szerintem ott egy túlélés zajlott a politikai túlélés, vagy retorikai túlélés zajlott, de majd erről beszélünk bővebben, az pont az, hogy ha a miniszterelnök beszél, akkor azt komolyan vesszük, a média csinál összeállítást, ide jövünk, egy órát beszélgetünk róla. Ez már azért, hogy érték neki, mert mi is segítjük ezzel a beszélgetéssel, hogy ennek a dolognak valami értéket szabjunk. Hogyha majd belemegyünk a részletekbe, akkor én azért lejjebb minősíteném ezt a dolgot, nem gondolnám, hogy megér egy órát, de miután meghívtak, nem leszek olyan udvariatlan, hogy ne álljak itt egy órán keresztül. Az ellenzékről is szól ez természetesen, és már is adom ennek a szót az általános elemzéshez, de előtte csak egy konkrétumot hagy hozzak már be, mert ugye mindig szokott Orbán Viktor a beszédeiben megjegyezhető, idézhető mondatokat mondani, vagy vicceket mondani, majd a vicceket is megnézzük, de egy, ami érdekes volt, és az amerikai kapcsolat vonatkozásában került elő, ami sokakat egyébként meglepett. Ugye egyrészt tulajdonképpen a Magyarországra érkező amerikai ugye ügyvívőknek és nagyköveteknek a nevével viccelt, vagy vicceskedett. Ugye a Clinton ugye úgy fogalmazott, hogy egy jó barátot küldött, ugye itt a good friendre utalt, aki annak idején itt volt ügyvévő, és aztán utána jött a présember, ugye így fogalmazott David Pressman vonatkozásában. Szóval ez mennyire elegáns az ilyen típusú beszólás, egy ilyen nagyívű beszédben, mint amit elvileg Orbán Viktor most tartott? Nyilvánvalóan nem elegáns, és nyilván az egész beszédet, meg az egész kontextus sem az elegancia jellemezte, de valószínűleg nem is ez volt a miniszterelnöknek a célja. Ugye itt két hiányra hívnám fel a figyelmet, ugye Ildikó már az egyikre utalt is, ugye, hogyha 2023-ban egy vezető politikusnak, egy miniszterelnöknek a mai Magyarország oktatásügyi helyzetéről, a gyerekekről, ugye itt szó volt nemrég a népességfogyásnak a tendenciáiról, a gender probléma jut eszébe, és nem az, hogy 16 ezer pedagógus hiányzik a magyar oktatási rendszerből, 14 ezer oktatássegítő dolgozó hiányzik a magyar oktatási rendszerből, ugye a súlyosan hátrányos helyzetű gyerekek helyzet egyáltalán nem megoldott Magyarországon, és ehelyett ugye ezeknek a problémáknak a behozása helyett több mint egy évtizedes kormányzás után azt hozzuk elő, hogy a legnagyobb fenyegető veszély a gender, és nem a kormányzatnak a ideológiai, szakpolitikai, hát finoman szóval is hozzá nem értése, akkor igen rossz úton járunk. Szerintem ezeket a dolgokat egy évtized után illő lenne valamilyen formában tematizálni,
realizálni, nem biztos, hogy egy évértékelő keretében, de valamilyen formában egész biztos. És a másik hiány ehhez kapcsolódik, többször emlegette a miniszterelnök, hogy egy rendkívüli korszakban élünk, beköszönt ugye a háborúknak az időszaka, nem tudjuk, hogy meddig fog tartani, tehát béke és biztonság helyett ugye hát egy bizonytalanság korszaka van, és egy rendeleti kormányzás. Tehát egy ilyen évértékelő alkalmával, ahol 2015 óta lényegében folyamatos rendkívüli állapot van Magyarországon, és most már szó szerint rendeleti kormányzás, legalább valamilyen keretrendszerét annak, hogy mit intézett a miniszterelnök, mit és hogyan döntött a miniszterelnök, milyen felelősségeket tud magához csatolni, és milyen konzekvenciákat von le, ezeket szerintem egy ilyen rendkívüli helyzetben, általa bevallott rendkívüli helyzetben illő lenne megtárgyalni, és hát nyilván visszacsatolva a szóviccekre, hát nem szóviccekbe fullasztani. Hát nyilván nem véletlen, hogy mit hagyott ki, meg miről beszélt, meg miről nem, ugye ez nyilván nem a véletlen műve, és akkor csak még egy viccet idézőjelbe hadd csatlakoztassak ehhez, mert a veszélyek korát éljük, ugye ezt el szoktam mondani, és aztán ezekhez a viccekhez, amit a nevekkel művet, ugye még egyet hozzátesz, hogy reméli, hogy nem valami Puccini nevű embert küldenek majd, és hát itt ugye sokan próbálták megfejteni, hogy Puccsot próbált emlegetni a miniszterelnök, szóval tegyük már ezt helyre akkor ezeket, hogy ez mennyire hát sikeres egy ilyen tip, mert hogy nevetett a közönség egyébként. Nevetett, bár ahogy néztem, nem mindenki. Hát mertek volna nem nevetni. Hát igen, nem is értettem mindenki, mert azért nem volt automatikus az asszociáció, de ha nem viccnek veszem, akkor ebben egy olyan vád hangzik el egy úgymond szövetségesünk ellen, hogy ő puccsot készítene elő Magyarországon. Ez majdnem ugyanolyan, mint hogy a németeket félig lenácista mondván, hogy biztos megvannak még a régi térképeik Ukrajnáról, illetve Oroszországról, és hát így ennek nyomán küldik a páncélosokat. És ehhez képest mondja, hogy mi barátokat akarunk, nem ellenségek. Hát egy mondatot... Csak 10 másodpercünk van. Egyetlen egy mondat aztán, hogy a külpolitikában majd kutassuk, hogy hol sikerült ügyesnek lenni a miniszterelnöknek az elmúlt pár évben, vagy akár most is. Most ehhez képest, hogy elviccelődik itt ezekkel a nevekkel, mert teljesen lényegtelen. Az a legfontosabb, hogy teljesen egyedül van. Na akkor innen fogjuk folytatni néhány perc múlva, visszatérünk egy picit még a külpolitikára, és természetesen átbeszéljük azt, hogy mit mondott a háborúval, a gazdasággal, inflációval kapcsolatban. Folytatjuk már is a mai témát, és egy Orbán Viktor évértékelő beszédét elemezzük, és a külpolitikánál hagytuk abba a szünet előtt, és akkor folytassuk is azzal, mert hogy a nagyjából egy órás beszédnek úgy közel a fele szólt arról, hogy milyen a kapcsolata Oroszországgal, mármint Magyarországnak Oroszországgal, és hogy a háborúval kapcsolatban mik lennének a legfontosabb tennivalók. Nézzük erről, mit mondott Orbán Viktor. Fenntartjuk gazdasági kapcsolatainkat Oroszországgal, sőt ezt tanácsoljuk az egész nyugati világnak, mert kapcsolatok nélkül nem lesz sem tűzszünet, sem béketárgyalás. Ezért nem járulunk hozzá, hogy papokat, egyházi vezetőket helyezzenek szankciós listákra, éppen elég baj, hogy ez megtörténhetett művészekkel és sportolókkal. A NATO nem háborús szövetség. A NATO nem háborús koalíció. A NATO tagság a közös védekezésen túl semmilyen kötelességet nem jelent, és a tagállamok nem is várhatják el egymástól, hogy valamiféle közös hadicél érdekében együtt támadjanak meg egy harmadik országot. Ha néhány NATO tag, vagy ezeket csoportja a tagállamok területén túl háborús cselekményt akar végrehajtani, akkor ezt a NATO keretén kívül kell megtennie. Aki akar, az megy. Aki nem akar, az nem megy. Modern német iskola. Nem egyszerűen átállnak, hanem nyíltan bejelentik, hogy egyből az érre is ugranak. Alapos emberek, ha csinálnak valamit, komolyan csinálják. A többi ország meg úgy gondolta, ha a németek sem tudnak ellenállni ekkora külső nyomásnak, ők alig ha lesznek képesek. Inkább átszivárogtak a béketáborból a háborúsba. Maradtunk hát ketten, Magyarország és a Vatikán. A társaságra nem lehet panaszunk,
de komoly következményekkel kell számolnunk. Ugye, ahogy az előbb említettem, nagyon jelentős részét tettek a beszédnek a háború, illetve az Oroszországgal való kapcsolat. Itt ugye azzal kezdtük a beszélgetést az előző részben, hogy mennyiben volt újdonság, vagy mennyiben volt más az üzenet ezzel kapcsolatban. Ugye itt hallottuk, azért összeszedtük egy csokorba a legfontosabb üzeneteket, amivel háborúval kapcsolatban Orbán Viktor mondott. Volt-e itt bármi olyan, úgymond más, vagy valami, ami a korábbiakhoz képest más volt, mint eddig? Annyit az elején hadd jegyezzem meg ennek a témának, hogy egy évvel ezelőtt is volt beszéd, ugye, mint ahogy már erről beszélgettünk, hogy kellett, és elfelejtette Orbán Viktor elmondani, sőt az ellenkezőjét beszélte, hogy háború lesz. Tehát Orbán Viktor nem készült erre a háborúra, semmi sem kormánya, sem szakértői, azt hiszem ott fejek hullottak. És úgy általában véve, hogyha azt nézegetjük, hogy milyen Orbán Viktor külpolitikája, akkor jó lenne találni valami sikert, valamit. Tehát bemutatta a magyar közvéleménynek Melónit, az új barátot, az olasz miniszterelnököt, vele csinálja meg az új európai politikát. Melóni úgy fordult el tőle azonnal, ahogy csak lehetett, szóba sem áll bele, és keresi a kapcsolatot az európai jobboldali közösséggel, amelyik kirakta egyébként Orbán Viktor pártját a sorai közül. Azt mondja, hogy Magyarország azt ajánlja Európának, majd utána kicsit később meghalljuk, hogy nincsen kinek ajánlani, mert egyedül van a magyar miniszterelnök. Nyilván még a Vatikánnal lehet beszélgetni, mondja ő, de akkor mit ajánl Európának? Hogy ajánlja Európának, ha egyedül van? Egyébként is tele volt ez az egész ilyen típusú ellentmondásokkal, csak a baj az, hogy miniszterelnöktől nyilván az emberek víziót várnának, valamit, hogy tartunk valahova, és én ezt kérdezném, ha lehetne esetleg, ha hallja a miniszterelnök csapata, vagy bárki, hogy mondják már el, hogy merre tartunk. Mert engem ez nagyon érdekelne, hogy hova tart az ország. Mert hogy ő próbál menekülni a sorozatos külpolitikai kudarcok erről, és ezt úgy teszi meg, hogy beleszeret Oroszországba, az még nem egy jó dolog, az nem egy kellemes helyzet mindazoknak, akik azt gondolják, hogy Európa mégsem ment úgy tönkre, ahogy Orbán Viktor látja. Azzal kezdte az egészet, hogy Európára rá se lehet ismerni. Én ráismerek Európára, szerintem Európa nem változott meg, annyira is Európa erős. Most az a kérdés, hogy aki Európában szeretne maradni, számára mit ajánl a miniszterelnök ezzel az egésszel, amit csinál? Akkor folytassuk onnan, ahol itt abba hagytuk, mert talán volt egy olyan mondat, amiről érdemes beszélni. Ugye azt mondta, hogy az ukrán háború megmutatta azt, hogy Oroszországnak semmi esélye nem lenne a NATO-val szemben. Többek kiemelték ezt a mondatot, meg egyáltalán ugye azt is elmondta Orbán Viktor, hogy a NATO-tagság létfontosságú, és hogy ő egyébként mennyire büszke arra, hogy nekihez ugye annak idején köze volt. Ez mennyire váltás a korábbiakhoz képest, vagy beleillik abba a sorba, amit ő eddig is hangoztatott? Nyilván van egyfajta változás a miniszterelnöki retorikában, ez kétségtelen, tehát van egyfajta finomra hangolás, de azért vannak ellentmondások. Ez finomra hangolás, amit a NATO-val kapcsolatban mondott? Én azt gondolom, hogy sok szempontból igen, csak hogy az ellentmondásokra visszatérjek. Nyilvánvalóan egy dolog, hogy mit mond a miniszterelnök, de hát nyilván van egy propagandagépezet, és a propagandagépezetnek vannak olyan nagyon-nagyon szélsőséges elemei, amelyek hát mondjuk így finoman szóval Putyin pártiságot, egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon masszív ezért szurkolást az orosz agresszor félnek, megengednek maguknak, és ezt azért együtt kell látni. Az EU a gonosz birodalma. Így van, és ilyen hasonló retorikai elemek fordulnak elő. Tehát itt van egy nagyon jelentős ellentmondás, ezt azért nem sikerült a miniszternek tisztázni, és nyilvánvalóan nem is célja, hogy ezt tisztázza, a zavarosban szeretne ebből a szempontból is halászni. És a másik ellentmondás, ugye ez nem hangzott el most, de volt egy olyan mondata, hogy miért nem azt az utat választotta az EU, hogy regionális háborúnak tekintse ezt a konfliktust. És ugye visszautólag arra, amit az első etapban beszéltünk, megváltozott minden a háborúval, bizonytalanság korszakába léptünk át, már-már világháborús hangnemet ütött meg a miniszterelnök.
akkor ez most hogy van? Hogy tehette volna meg az EU, illetőleg az Egyesült Államok? Mondjuk én azzal egyetértek, az Egyesült Államok fontos szereplője ennek a konfliktusnak, és nélküle hát nyilvánvalóan nem lesz béke, lásd ugye a Biden látogatást Kijevben. De hogy itt olyan ellentmondások húzódnak a miniszterelnöki retorikában, és a tágabb kommunikációs környezetben, hogy azt szerintem érdemes lenne előbb-utóbb feloldani, valószínűleg nagyon-nagyon-nagyon nehéz ezt feloldani, és mondom, nem is célja a miniszterelnöknek. Ugye az biztos, és a beszédben is nagyon nagy hangsúlyt kapott, hogy hogyan sodródik bele ugye Európa ebbe a háborúba. Ugye itt a fegyverszállításokat is kiemelte, újra és újra kiszokták ezeket emelni, és valóban, ahogy ön is említette, ugye azt mondta, hogy Európa a háborúba sodródás perceit éli, vékony pallón egyensúlyozás, hogy valójában már közvetett háborúban áll Oroszországgal. Ugye azért ezek erős mondatok ahhoz képest, amit itt az előbb. Egy mondatot. Igen, a finom hangolás kifejezést alkalmastad, értem, hogy mire, de én inkább ezt mondanám, hogy durvábbra hangolta az eddigi mondandóját. Nem új, mert az eddigieket folytatta, csak ijesztőbben, a számomra ijesztőbben és durvábban. Például abban én is azt hiszem, hogy igaza van, hogy Oroszország egy háborúban nem győzné le a NATO-t, de az Istenért. Hát éppen azt akarjuk elkerülni, hogy ilyen háború legyen. Megint ugye a gazdasági kapcsolatok helyeslése az annak a fedőneve volt, hogy Brüsszel elhibázott szankcióit kárhoztathassa. És megint nem volt szó arról, hogy a szankció az tulajdonképpen jó sikerül, rosszul sikerül, de a háború a fegyveres beavatkozás alternatívája, hiszen éppen arra való, hogy ne csak harci cselekményekkel riassák el Oroszországot. Most azonban annyiban tovább ment, azt értem a durvábbra hangoláson, hogy végül is majdnem kimondta, hogy ő hogy képzeli el a háború végét, senki ne segítsen Ukrajnának, senki ne szankcionálja Oroszországot, senki ne küldjön fegyvert, és így tovább. Oldják meg ők, hiszen ez nem a jó és rossz harca, persze hát egyetlen háború sem ilyen egyértelműen az, hanem két szláv ország egymással való csetepatéja, nem ezt a szót mondta, de szemlátomást igyekezett. Ilyen belháború gyakorlatilag. Igen, gyakorlatilag. Azt tartottam ijesztőnek, hogy azt mondta, amit most el is hangzott az idézetben, hogy ezt regionális, kvázi belháborúnak kellett volna kezelni, és pozitív példaként mondta, hogy ez a grúziai beavatkozás, illetve a Krím elfoglalása idején sikerült. Dicsérte is Macront és Merkelt, oda is szúrt az Európai Uniónak, hogy akkor azért sikerült, mert akkor a nemzetállamok diktáltak be, ezek most nem. És azt a kérdést nem teszi fel, se a teremnek, se magának, hogy hát Grúzia után talán nem véletlenül jött Krím. Krím után talán nem véletlenül jött az ukrajnai invázió. De ugye annyi, azt ne felejtsük el, bocsánat. Tehát mégse találtunk rá jó kezelést. Pont ide való, hogy ebben a beszédben elmondta egy másik helyen, hogy az Európai Unió nem tudott mit tenni, amikor ezek történtek. Majd utána elmondta, hogy Oroszország mennyivel gyengébb, mint az Európai Unió. Tehát amikor ellentmondásokat keresünk a beszédben, ez is az egyik volt. Most idézzük az egyik részét a beszédnek, a másik részét is idézzük, akkor azt mondom, hogy nem tudom, mi a miniszterelnök álláspontja ebben a kérdésben. Most csak még egy ellentmondás, mert szerintem ez fontos lehet, és mutatja a víziónak a kérdését, hogy dicsérte a miniszterelnök a korábbi javaslatát az Európai Uniós haderőnek a felállítására, és az egész beszéd a szuverenitásról szól, és arról, hogy ez a konfliktus bebizonyítja azt, hogy a nemzetállamok megerősítésén dolgozó erők, nyilván a saját kormányzata, nekik van igaza. Akkor mi a miniszterelnöki vízió ebben a tekintetben? Egy egységes Európa közös hadsereggel, amely valóban tudná adott esetben erre is reagálni, akár a NATO-nak egyfajta alternatívájaként, vagy pedig akkor nemzetállami hadsereg fejlesztés. Egyébként hát a szuverenitás, bocsánat, annál is inkább érdekes kérdés, mert úgy tűnt a beszédből, hogy Magyarországnak, pontosabban Orbán Viktornak jár a szuverenitás, Ukrajnának nem jár. Hát az ott egyébként, ha már az ellentmondásoknál tartunk, hogy lépjünk egy picit tovább, hogy mindenre maradjon idő, mert a gazdaság is legalább ilyen fontos szempont volt, és itt is elég sok korábban már hangoztatott elem került elő, hogy mi az oka tulajdonképpen az inflációnak, és mi az oka, mi okozza ezt az inflációt, és hogyan kell ellene küzdeni. Miért van egész Európában infláció?
A bajt Brüsszel szabadította ránk az energiahordozókra kivetett szankciókkal. A betegség neve szankciós infláció, a vírus pedig a brüsszeli szankció. A szankciók a brüsszeli háborús politika fegyverei. Oroszországot célozták meg, de Európát találták el. Bátran be kell avatkozni a gazdaságba. Ezt tesszük, ezért egy átlagos család ma a rezsicsökkentett árakon keresztül havi 181 ezer forintot spórol. Ez egész Európában egyedülálló. A baloldal az élelmiszer árstop visszavonását követeli, de az addig marad, amíg az infláció csökkenő pályára nem tudjuk állítani. A baloldal a lakossági kamatstop megszüntetését is követeli, nem meglepő módon a bankokkal együtt. De a kamatstop 350 ezer családot véd a kamatok bakugrásai ellen, és amíg nem kezdenek zsugorodni a kamatok, a stopnak is maradnia kell. Visszavonás helyett inkább kiterjesztettük a diákhitelekre. Így ma 200 ezer diákot védünk az inflációtól. Az infláció olyan, mint a tigris. És neked csak egy töltényed van. Ha nem találod el, felfal téged. Kérem, bízzanak bennünk. Mi eltaláljuk. Erre akár fogadhatnak is. Az év végéig egy számjegyűre gyaluljuk az inflációt. Ugye sokan úgy fogalmaztak, hogy elég határozott volt már, mint ami a gazdasági vízióit illeti Orbán Viktor. Ugye azt is hozzátett, hogy 1 millió ember állt munkába, a gazdaság háromszorosára növekedett, már mint 2010 után. A minimálbér is nagyobb, mint az átlagbér volt a szocialisták idején, tehát nagyon-nagyon összehasonlította, ugye mi volt korábban, és mi van most, és hogy ehhez képest tulajdonképpen megoldódnak a gondok. Hiába a háború, ők akkor is kezelik ezt a gazdasági helyzetet. És ugye a fő üzenet, amit már szintén korábban többször elmondott, hogy ugye egy számjegyű lesz évvégére az infláció. Itt ezek szerint, legalábbis én nem találtam sok újdonságot, már mint a gazdasági részt illeti. Nem tudom, hogy önök ezt hogy... Hát ugye ebben az egész keretben is voltak olyan ellentmondások, amelyek nem beszédbeli, hanem a beszédhez köthető ellentmondás. Az egyik ilyen hangsúlyos dolog az, hogy korábban az volt a politikai álláspont kormányzati oldalról, hogy majd a jegybank felelős az inflációért, és ő kezeli. Ebben a beszédben egyértelműen elhangzott, hogy a kormány felelős az inflációért, és ő kezeli. Igazából eldönthetnék, és akkor dolgozhatnának rajta. Nyilvánvaló, hogy nem az a kérdés, hogy van-e infláció egy ilyen helyzetben a világban, hanem hogy az infláció mekkora mérték. Az a sajtó munkatárs, aki közel férkőzik a miniszterelnökhöz, nyilván meg is teheti ezeket a kérdéseket, ha van ilyen sajtó munkatárs, mert az, hogy az élelmiszerinfláció 48%-on van, az, hogy messze 20% fölött van a maga az infláció, ez kiemelkedik az európai környezetből, és ilyen világméretekben tör az élmezőnyben, van az élmezőnyben, amire nyilván valamiféle magyarázatot kell adni, és ezért, amikor a műsor elején azt mondtam, hogy ez nem a legkedvezőbb pillanat a miniszterelnöknek, hogy ezekről a dolgokról beszéljen, akkor erre utaltam, mert ha valaki követte, én úgy csináltam, hogy a Facebookon a kormányzat hivatalos oldaláról néztem a beszédet, és figyeltem alatta a megjegyzéseket. Évről évre így teszem, és még soha ilyen mértékű frusztrációt, egy kormányzattal szembeni agressziót, odamondogatást nem olvastam, tehát hogy azt érzem, hogy most van egy ilyen alapvető... A kommentekről beszélek, van egy ilyen alapvető harag a kormányzattal szemben, hogy rossz irányba mennek a dolgok, és nem érzik sokan, hogy ezt jó irányba fogja terelni Orbán Viktor. Ebben a beszédben hallottuk, annyit kért, hogy higgyenek nekem, megcsinálom decemberig az egyszámjegyű inflációt. Tehát most akkor döntsük el, hogy hiszünk neki, vagy nem hiszünk. Hát igen, meg lehet ezzel nyugtatni a közvéleményt? Mert valóban, ha valami, nyilván a közvélemény, mindannyian ezt érezzük a legjobban, hogy minden sokkal drágább a boltba, ha bemegyünk vásárolni. Tehát ez tényleg mindenkit érint, ez a kérdés. Nyilván a infláció elleni küzdelem tigrisként legyőzése az inflációnak egy fontos dolog, és akár egy ilyen megmutató erővel is hatat az emberekre, de ha már a vízióknál tartottunk, ugye ez azért vajmi kevés vízió több mint egy évtized kormányzás után. Tehát ez egy fontos jelenbeli probléma, és próbál a miniszterelnök erre valamilyen formában reagálni, de azt ugye már nem teszi hozzá, hogy az a konjunktúra,
ami volt az ezt megelőző időszakban, az egy Európai Uniós környezetben történt meg. És itt azért van egy nagyon-nagyon komoly ellentmondás, hogyha elkezdünk lemondani erről a környezetről, elkezdünk ebből kivonulni, elkezdünk egyfajta, vagy folytatjuk a szabadságharcot ugye Brüsszel ellen, ugye Brüsszelt megvető bátorságról beszélt a miniszterelnök, ha már a szóvilágoknál tartottunk, akkor az egy igen-igen rossz üzenet a magyar társadalomnak. És hát itt van egy másik fontos szempont, én ugye baloldali emberként egyet tudok azzal érteni, hogy a normativitást azt egy válsághelyzetben azért ugye kreatívan lehet kezelni, és a beavatkozásra szükség van. Tehát ez egy fontos mondat szerint a miniszterelnök részéről, hogy be kell avatkozni az államnak, csak hát nyilvánvalóan nem úgy, ahogy az Orbáni állam teszi, és nem a legszegényebbeket, legrászolóbbakat segíti meg, és azt gondolom, hogy ez egy történelmi felelősség. És ezt láttuk a koronavírus esetén, ezt látjuk a háborús helyzetben, és nézzük meg, hogy az energiaválság és a klímaválság, amire egyébként utalt a miniszterelnök egy fél mondattal, hogy a klímaválság azért ugye itt van, és például a víziót én itt vártam volna, hogy mi lesz Magyarország politikája a klímaválság korszakában, ha itt is a nem rászorulókat segíti a miniszterelnök, vagy nem segíti jobban a leginkább rászorulókat, óriási társadalmi katasztrófa lesz. Igen, beszélünk majd arról, hogy mert ugye volt egy konkrét intézkedés, ami elvileg ebbe az irányba ment, és ugye erről is beszélgetünk majd, mert ez egy fontos felvetés az ő részéről, de ilyen értelemben a gazdaság az megoldódni látszik? Évvégére minden megoldódik? Hát nem nagyon. Itt próbált egy ilyen régi Orbáni metaforát, hát ha megmaradt bennünk, használni az infláció tigriséről, hogy csak egy töltény van. Hát eddig nem jó töltényeket használt. Amit eddig alkalmazott az inflációra, azok nem jöttek be, hát tudjuk, hogy folyamatosan emelkedett. Az nem lehetetlen, hogy év végére, decemberre 8 vagy 9% legyen, de hát azt nyilván a gondolkodó közvélemény is tudja, hogy ez nem azt jelenti, hogy lemennek az árak, az azt jelenti, hogy most például még 25-26%-kal fölmentek, mennek, és majd decemberben lehet, hogy csak újabb 9%-kal mennek fel. Hát nem leszünk azért... itt a vízből, valamit még bocsáss meg az inflációról. Az ember már szégyeli mondani, de mégis el kell mondani, hogy ő szankciós inflációról beszél össze-vissza. Mindenki tudja, vagy nem tudom, hogy mindenki tudja, hogy az infláció nálunk a háború, no pláne a szankciók előtt kezdődött. Hát nem véletlenül az árstoppokat is előbb kellett bevezetnie. Az meg, hogy rajzol magának egy baloldali fantomképet, hogy azok milyen rosszak, az sehogy se stimmel, van, aki az ellenzékben kivezetné az árstoppot, van, aki mondjuk az MSZP másképp gondolkodik, kamatstoppot még nem is hallottam, hogy bárki ellenzett. És az áfának a kérdése? Volna, persze, de itt össze-vissza beszél. Egy dologra lettem volna kíváncsi a sikerpropaganda közben, hogy ott volt-e, mert én nem láttam, Matolcsi, a Nemzeti Bank elnöke a nézőtéren. Az ő jellemzése tudnélik a magyar gazdaság állapotáról egész más. Egyébként ebből a szempontból hagyj folytassam mondani, amit ön is felvetett, mert ha már vízió, egy konkrét intézkedés bejelentéséről mindenképpen szó volt, és ezt Orbán Viktor itt az évértékelő beszédében mondta, hogy ugye be fogják vezetni május 1-től a vármegyei bérleteket, illetve az úgynevezett országbérletet. Pest vármegyéből a szlovák határ mellett lévő Szobról is el lehet jutni a nyugati pályaudvarra, nagyjából egy óra alatt. Innen egy jegy ára Budapestre jelenleg 1300 és 1550 forint között mozog. Vagyis az itt élők, ha Budapestre járnak dolgozni, oda-vissza úttal kalkulálva egy átlagos hónapban, csak nem 60 ezer forintot fizetnek ki az ingázásra. Akik tömegközlekedéssel járnak dolgozni, komoly összeget spórolhatnak. Orbán Viktor szerint a vidéken élő tömegközlekedők jól járnak májustól, ugyanis ekkortól bevezetik a havi vármegye bérletet 9450 forintért. Annak, aki több vármegyét is érint, országbérletet kell vennie, ami dupla annyiba fog kerülni, 18900 forintba. Vagyis az előbbi példa alapján a Szobról bejáró költsége jelentősen a hatodára csökken. Az új bérletek nem minden tömegközlekedési eszközre lesznek érvényesek, emelte ki a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület. Nem lesznek jók első osztályra, nem lesznek jók semmilyen helyjegyes vonatra, tehát Intercity-re vagy olyan járatokra, ami szintén helyjegyköteles. Az Egyesület politikai kampányfogásnak tartja a változást.
A MÁV közlése szerint a bérletvásárlások tervezhetősége érdekében várhatóan április utolsó hetétől lehet az új vármegyei és országbérleteket megvenni. Kezdjük már ott, adja magát a kérdés, hogy arról beszélgettünk eddig, hogy víziókról, hosszú távú stratégiákról szokott általában egy ilyen évértékelő szólni. Ugye ez egy konkrét intézkedés, és egyébként ennek a területnek ugye van egy felelős minisztere, Lázár János. Miért tartotta fontosnak a miniszterelnök, hogy ezt most ő maga az évértékelő jelentse be, ezt a konkrét intézkedést? Hát először talán menjünk még egyet hátrébb, hogy az infláció ellen küzdünk-e, és egyszámjegyű lesz az infláció, mert hogyha az infláció ellen küzdünk, és egyszámjegyű lesz az infláció, akkor abban a helyzetben egy politikus a lehető legminimálisabb mértékben osztogasson, mert az osztogatásnak az az eredménye, hogy infláció lesz. És ha feldolgozza, hogy tulajdonképpen miért volt az ő országában a legnagyobb infláció, akkor lehet, hogy eljut odáig, hogy még a választások előtt 7000 milliárd forint nem létező pénzt úgy osztott ki, hogy érezzék jól magukat az emberek, szavazzanak rá, majd utána kiderült, hogy nincs ez a pénz, tehát el kell inflálni azt a vagyont, ami az embereknek van. Ha elkezd osztogatni egy politikus úgy, hogy nincsen bent a kasszában a pénz, akkor inflációt gerjeszt ezzel, tehát hogyha meg akarja állítani mégis az inflációt, akkor ennek a másik oldalát is kellett volna hallanunk, hogy mi minden fog történni annak érdekében, hogy elhiggyük, hogy decemberben majd egy számjegyű lesz az infláció, mert kedves dolog egyébként lehet, hogy sokan ezt jól élik meg, ezt a részét a dolgoknak, de attól még ugyanúgy be fognak menni az élelmiszerboltba, és ugyanúgy aggódni fognak, amikor egyre magasabbak az árak. Innen indulunk, az pedig, hogy miért, a kérdésre konkrétan válaszol, hogy miért nem a miniszter jelenti be, az azért van, mert ha olyannak ítéli meg a miniszterelnök, hogy ez egy annyira fontos dolog, akkor elveszi tőle. Arra nem nagyon emlékszem, hogy Orbán Viktor, amikor így hirdetett volna a programot, tehát ennyire egyszerű, gyakorlatilag egy ilyen kereskedelmi láncnak a reklámját láttuk, hogy van ezem ennyiért, és hogy még odáig is eljutunk, hogy az árát is bemondja a miniszterelnök, tehát hogy ott tartunk, hogy a miniszterelnöktől árazást hallunk, na ez azért mutat némi zavart, vagy annak a bevallását, hogy körülbelül most ennyire képes. Ugye az hangzott el, hogy valószínűleg olyan fontosnak találta ezt, hogy ő maga jelentse be, és azért ezek az intézkedések, vagy az ötlet legalábbis ugye már benne volt a köztudatban, az LMP-nek az ötletéről. A klímabérlet ötletről beszélünk, akkor ezt onnan átvette? Ezek szerint ennyire rezonált, vagy rezonálhatott a társadalomra, hogy ezt beemelte a Fidesz a saját programja pontjai közé? Csatlakozva az előző körhöz, ugye én Bokros Lajost azért ugye szigorúban olvasom, és mondjuk a fiskális alkoholizmust én nem annyira tekintem olyan irányvonalnak, amit mondjuk egy válság idején ne lehetne meglépni, ezzel együtt nyilvánvalóan mondjuk a választások előtti osztogatásnak nyilván óriási gazdasági visszahúzó ereje volt, de nyilvánvalóan az embereknek számított. Én azt gondolom, hogy ezeket a szempontokat sem szabad háttérbe helyezni, és itt kellett valami konkrétumot mondani, és azért is emlegettem korábban, hogy azért ugye az Orbán rendszer nyilván a háború leköti, a gazdasági és Európai Uniós küzdelmek nyilván lekötik, de azért a klímakérdés az ott lebeg. Tehát, hogy azért lehet ezt tudni, hogy az Orbán rendszer... Ez a klímakérdés része volt? Ez azt gondolom, hogy a magyar tömegközlekedésnek a nagyon-nagyon drasztikus fejlesztés, elektrifikálása, párhuzamosan ugye az uniós fejlesztési forrásoknak a lakossági energiahatékonyság és napelem struktúrába való behozásával a rendszer túlélésének egy kérdése. Mégiscsak az LMP-nek az ötletét vett át ilyen. Hát itt szerintem az Orbán rendszernek van egy saját politika, és nyilvánvalóan azt a lépést, hogy befagyasztjuk a napelemeknek az engedélyezését lényegében, úgy is lehet felfogni, hogy az Orbán rendszer át akarja venni ezt a történetet, és megvannak azok a szereplői, gazdasági szereplői, akik a zöld ügyet megpróbálják menedzselni. Ezzel együtt én állampolgárként nagyon fontosnak tartom, a fiskális alkoholizmustól függetlenül, hogy kell egy ilyen típusú intézkedés, kell egy nagyon-nagyon drasztikus szakpolitikai perspektíva a tömegközlekedésnek a fejlesztésére. Nem feltétlenül a bérletárakkal kell ezt kezdeni, és itt rontja el az Orbán rendszer, mert előre szalad, és nem mondja meg azt, hogy mi lesz az a drasztikus fejlesztés, aminek az lesz a következménye, a magyar állam megengedheti ezt a relatíve olcsó bérlet. Szóval bocsánat, hogy szabad vágtam, csak hogy tovább kerüljön, nem szeretném, hogy az ellenzékre is maradjon időnk, szóval belefért az, hogy ezt most ő jelentse be, és nem egyébként az illetékes?
Hát az belefért, valamit muszáj volt ígérnie, és ebben a gazdasági helyzetben drágább, vagy komolyabb, vagy valódibb segítséget nyújtó ígéretre nem telt. Ha emlékszünk, pár hete, hónapja ő azt emlegette, hogy a családtámogatásokban fognak előrelépni, kiszámolták, hogy az nem fér bele, és jött ez, de ezzel együtt, hogy ne csak simfoljuk az évértékelőt, én összesen 2 darab pozitívumot találtam benne, az egyiket már láttuk a bejátszásban, az rendjén való, hogy a miniszterelnök egy gesztus gyakorolt a törökországi életmentők irányában, az helyes, megjegyzem, ezek az életmentők többet tettek Magyarország nemzetközi imázsáért, mint Szijjártó egész életében, zárójelbe zárva. A másik, én ebben látok pozitív lehetőséget, akárkitől vette át, csak akkor tényleg a klímabérlethez kéne hasonlítania, magyarán a városi tömegközlekedés nélkül ez érdemi energiaspórolás. Most fog jelenteni, csak ugye az önkormányzatokat meg nyírni akarja. Ezért csomó közlekedési programot, többek között fejlesztés, pont az Európai Uniós pénzek hiánya miatt most mondtak vissza, vagy vonnak vissza. Ez Volna ennek értelme, csak nem így. Jó, de most azt szakpolitikai programnak tekinteni, mert török úgyben egyetértünk, meg sok minden, én tudnám dicsérni egyébként néhány ponton nyilván a miniszterelnök, de pont ebben azt szakpolitikai ügynek tekinteni, hogy átírnak egy számot az Excel táblában, hogy mostantól nem ennyi, hanem annyi, hát azért ebben nagyon bele kell látni azt a szakpolitikát, aminek így örülni lehet. Volt még egy téma, és nagyon szeretném, hogy erre még maradjon időnk, az ellenzéket is emlegette, és ha már humorról volt szó, hát itt aztán elengedte magát Orbán Viktor, felemlegette az egyik kedvenc filmjét, a Volt egyszer egy vadnyugatot. Emlékeznek a Volt egyszer egy vadnyugatra? A párbeszédre a film elején, amikor Charles Bronson, a szájharmonikás azt kérdezi a rávárakozó 3 banditától. És Frank? Frank minket küldött. Hoztatok nekem lovat? Nem. Mire a harmonikás? Így is lesz 2 felesleges. Ez történt 2022-ben Magyarországon. És ha jól látom, a magyar Frank, a mi Ferink éppen most próbálja összefogdosni a gazdátlanul maradt lovakat. Tanulság! Ha az ellenfeledet nézed, ne a számuk, hanem képességeik alapján ítéld meg őket. Úgy tűnik, szeret bennünket a Jóisten. Hát itt nyilvánvalóan ugye a DK és Gyurcsány Ferencről beszélt, illetve azokról a mozgásokról, amik az ellenzéki pártokon belül zajlanak, főleg a DK irányába. Ugye mindig arról beszélgettünk, hogy vannak olyan képek, poénok, mondatok, amiket vissza tudunk majd idézni. Na ez például olyan lesz, amit majd idézni fogunk? Szóval ez mennyire megy át ez az üzenet? Szerintem ez túl bonyolult, ezt hosszan kéne magyarázni, annak is, aki látta a filmet, hogy ki a Frank, és így tovább. Amúgy, nyilván nem vagyok pszichiáter, de érdekesnek találtam, hogy egy olyan filmből idéz, ahol mindkét oldalon gengszterek harcolnak egymás ellen. Más kérdés, hogy az a bizonyos harmonikás, aki kérdezi a Frankot, az a jó oldalon lesz gengszter, de hát erről van szó. Úgy látszik, Orbán úgy gondolja, hogy elég, ha ő a jó oldalon gengszter, csak nem biztos, hogy igazából. Mondjuk azért ne felejtsük el azt, hogy nagyon komoly fenyegetése volt az ellenzéknek. Ez volt a lényeg. Én ott az egy nagyon érdekes dolog. Egyrészt, amiről beszélt, tehát az, hogy engem igazán érdekelne, hogyha bejön egy kampányba 4 milliárd forint, az miért az utolsó 2 hétben jön be egy kampányba, mert azt látjuk dátumszerűen, engem érdekelne, hogy az ellenzék erről akár mondjon valamit, hogy vajon az milyen pénz és mire szolgál, meg hogy esetleg a választás után jött be, tehát a kampánypénzek azok általában 2-3 évvel egy kampány előtt szoktak bejönni, hogy lehessen kampányolni, így meg csak lejáratni lehet az ellenzéket, de a másik, hogy ahogy látom, mondja a miniszterelnök, porul is fognak járni, ez az ezzel kapcsolatos üzenet, az azért érdekes, mert ha még egy kicsit el tudunk képzelni egy szabad, demokratikus és kontrollált kormányzással működő országot, elképzelhetetlennek tartom, hogy egy ország miniszterelnöke bármit tudjon egy folyamatban lévő eljárásról, pláne egy olyan érzékeny kérdésben, amikor egy állami szerv, mondjuk a számvevőszék, dönthet,
a pártoknak a pénzéről, a pénzéknek a visszahívásáról, az őket történő megbüntetésről, és ha erre való utalást hallottunk most a beszédben, akkor az olyan súlyú túllépés a hatalmi pozícióban, amit én nem várnék, én azt szeretném, hogy Európa közepén ilyen ne legyen, tehát a hatalom megosztás az pont erről szól, vannak felelős pozícióban lévő emberek, és nekik nem kell beszámolniuk az ország miniszterelnökének, hogy abból a felelős pozícióból ott az ő szervezetük milyen döntést fog hozni, itt pedig erre történő utalást hallottunk, ami felettébb szokatlan. Mondjuk ebből a szempontból mindjárt odaadom a szót, csak egyetlen egy mondat még, illetve egy bejátszót még szeretném, ha megnéznénk, mert összegyűjtöttük az ellenzéki pártok vezetőitől azokat a legfontosabb mondatokat, kijelentéseket, amelyeket tettek a saját évértékelőik során, és akkor így csomagban majd mindjárt értékeljük az ellenzék tevékenységét. Elemzők szerint minden évadnyitót tartó ellenzéki párt a politikai megújulást hirdette meg rendezvényén, de a STAK a DK elnöke mondta meg, hogy ezt hogyan képzeli el. Gyurcsány Ferenc a Dobrev Klára által vezetett árnyék kormányban látja a megoldást. Kell, hogy legyen valami, ami a megoldást jelenti. Ez a megoldás Dobrev Klára árnyék kormánya. Az LMP és az MSZP egyelőre nem bontotta ki részletesen a stratégiáját. Benne voltunk a buliba, vereség lett, a konzekvenciát levontuk, az összefogás halott. A fasiszta úton lépkedő kormányt és kormányfőt jobb oldalról nem lehet legyőzni. A Párbeszéd azt hangoztatta, hogy az Orbán kormány teljesítményét nem lehet értékelni. Az elmúlt években több mint 160 milliárd forintot vett ki a kormány a fővárosi költségvetésből. Ez nagyjából egy fél metró ára. Nem az öncélú orbánozás, nem a messiás várás, és nem is a felelőtlen ígérgetés váltja le ezt a kormányt. Sokan várták, hogy Donát Anna bejelentkezik a Momentum miniszterelnök jelölti posztjára, de ez elmaradt, és a pártelnök továbbra is Gelencsér Ferenc. Szerintem ez politikai hiba, tehát ha bele akarnak állni ebbe a küzdelembe, akkor egyértelműen pozícionálni kell Donát Annát, aki egyébként egy népszerű politikus, ha megnézzük az ellenzéki oldalon, akkor azt láthatjuk, hogy jók a mutatói, sokkal jobbak, mint más pártvezetőjéké. Több szakértő úgy látja, az ellenzéki pártok jelenleg leginkább egymással versengenek, ebből azonban a kormánypártok húzhatnak hasznot. Hát ugye akkor önél szó, és azért mondtam, hogy így csomagban tudjuk ezt megnézni, mert nyilvánvalóan erre is célozhatott Orbán Viktor az ellenzékkel, a guruló dorrálókkal és a gyöbekkel, ugye, ami most az egyik fő üzenete a kormánypártnak, de az ellenzék is tényleg nagyon sok színű, és nem tűnik egységesnek, és akkor még finoman fogalmaztam. Egy útkeresés állapotában van az egész, biztos, hogy szabad ilyen diplomatikusan fogalmazni. Nyilván egy másik műsorban talán meg tudjuk részletesen azt beszélni, hogy ugye amit a miniszterelnök mondott, hogy itt a Gyurcsány faktor az mennyire fontos az ő életében, az ellenzéki oldalon szerintem elgondolkodásra adhatna végre egy okot, vagy egy vitát, vagy egy apropót. Ugye ez a Gyurcsány Orbán függés szerintem egy nagyon-nagyon jelentős fátum a magyar politikai rendszernek. De egy másik pontra szeretném itt felhívni a figyelmet a miniszterelnöki beszédben, és szerintem ez egy fontos dolog. Ugye megpróbált arra utalni a miniszterelnök, hogy mi tettünk gesztust az ellenzék felé. Valahogy úgy fogalmazott, hogy egy közös haza az, amit ajánlottunk, hogy végre ismerje fel az ellenzék is azt, hogy ez egy közös otthonunk, főleg egy ilyen válsághelyzetben, és ők nem éltek vele. És amit elhangzott az előző etapban, szerintem ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog, hogy vannak betározott ügyei a kormányzatnak, akár ez a kampánypénzek, akár most a Szikra mozgalom kapcsán az antifasiszta kérdés, amelyeket időről időre előhúz és instruál, és ez engem nagyon-nagyon-nagyon-nagyon megijeszt. Tehát itt nyilvánvalóan az a célja a kormányzatnak, hogy totálisan teljes mértékben elhiteltelenítse a magyar ellenzéket, holott azt mondja, hogy mi kinyújtottuk a kezünket, és az ellenzék az tulajdonképpen egy nemzetáruló narratívát próbált felvillantani. Ugye nézzük meg Brüsszel kapcsán a beszédben vírust, azt mondta, hogy Brüsszel egy vírus, és itt finoman fogalmaztam meg a dolgot. Szerintem ebben a válsághelyzetben ez a nagyon-nagyon-nagyon polarizáló magatartása a kormányzatnak, hát finoman szóval is veszélyes. Egyébként az ellenzéki mozgásokat nézve azt, hogy látják, ugye vannak szakértők, akik azt mondják, hogy két ilyen pólus kezd kialakulni, a DK és a Momentum. Van ilyen, ez mennyire van ilyen, vagy még több pólus. Én nem azt látom, ha már a
vagy nyugatos hasonlatot elemeztük, hogy az ellenzéknek ne volna lova, hogy gazdátlan lovak vannak, azok a lovak egyelőre nem egy irányba mennek. Nem is kell mindenben, hogy menjenek, de előbb-utóbb ki kell találniuk, hogy mi az az út, amin mennek. De ha teljesen veszélytelen volna az Orbánnal szembeni ellenállás, akkor nem fenyegetne, ahogy mondtad, akkor nem akarná lejáratni. Érzi ő a feszültséget, nem mutatja semmi jobban, mint hogy föltette azt a videót, amikor ő bejárja reggel, az évértékelő reggelén a helyszínt, ott barátságoskodik a szerelőkkel, és megkérdezi tőlük, hogy ők-e azok, akik a színpadot összerakják, mire az egyik szellemesen azt mondja, hogy nem, mi csak vigyázzunk, hogy el ne lopják. Ez a hangulat az országban. Ha ez az ellenzék szervezettségével egyesül, akkor tényleg van mitől félnie. Hát nagyon sajnálom, illetve az idő, szerintem tudtuk volna még elemezni ezt a helyzetet, ígérem, hogy folytatni fogjuk, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltak, és elmondták a véleményüket. Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet, maradjanak továbbra is itt az ATV-n, mert kezdődik a csat Egri Viktor vezetésével, mi pedig találkozunk holnap este itt a szokásos időben. Szép estét, viszontlátásra!